A Velocist idősödésügyi program nevet talán már minden székesfehérváron élő számára ismerősen cseng. A projekt célja, hogy a városban élő idősödéshez kötődő szociális és jóléthez kapcsolódó szolgáltatások, szervezetek, valamint az emberek között erősítsék a kapcsolatokat. Ennek érdekében hirdetett kerekasztal beszélgetést a Velocist szerdán a Városháza dísztermében. A diskurzuson olyan szakemberek vettek részt, akik vagy a témakört tanulmányozzák, vagy ezen a területen dolgoznak az önkormányzatnál, esetleg a város valamely közhasznú intézményében. Érdemes beszélni az idősödés ügyéről. Ugye úgy alakulnak a folyamatok a társadalomban, és ezen belül Székesfehérváron is, hogy egyre több idősödő ember él a városban, átalakítva a szokásokat, átalakítva a tereket, átalakítva a teljes életet, és ahhoz, hogy erről tudjunk releváns véleménnyel beszélni, ahhoz meg kell hallgatnunk egymást, különböző nézőpontokat, erre ad kiváló lehetőséget ez a mai alkalom. A beszélgetés az idősödő társadalom hatása a helyi gazdaságokra és a társadalmi szolgáltatásokra, valamint az idősödő társadalomban rejlő lehetőségek, a versenyképesség és a társadalmi szerepvállalás jobbító megoldások témakörökben zajlottak. Farnady Judit projektvezető úgy látja, a program egy nagy lépcsőfok előtt áll. Több lépcsőfok zajlott már, most zajlanak kutatásaink, a célcsoport felmérése, az aktív, arra vagyunk kíváncsiak, hogy az aktív idősödésről mit gondolnak, ők hogy élnek most. Egy nagyon nagy mintát szeretnénk venni itt Fehérváron. Ezen kívül megkérdeztünk a helyi intézményvezetőket, döntéshozókat a kultúra, szociális és az egészségügy területéről. Ezeknek a kutatásoknak az összezése most zajlik. A Velocist program munkáját most bármely 55 éves kor feletti székesfehérvári segítheti egy kérdőív kitöltésével, amivel szeretnének minimum 1000 székesfehérvárit elérni. A kérdőív a város holnapján érhető el.